Magyarország szíve az ukrán-magyar határnál dobog, így fogalmazott Novák Katalin, aki az elmúlt napokat a határmenti településeken töltötte. A megválasztott államfő megismételte, hogy Magyarországon mindenképpen meg kell őrizni a békét. Továbbra is az a magyar álláspont, hogy az ideérkező menekültek akár magyarok, akár ukrán nemzetiségűek addig maradnak, ameddig szeretnének, és minden segítséget megkapnak. Milyen ruhákat használ? Kabátokat, takarókat, mindent, amit kellett. Folyamatos a munka a Beregsurányi segítségponton, ahová szinte egy hónapja érkeznek menekültek. Ez a három gyermekes család a végsőkig kitartott Kijevben, aztán kénytelen volt elmenekülni. Sokáig kivártunk, csak az utolsó pillanatban hagytuk el Ukrajnát. Akkor már az orosz hadsereg pár méterre volt a házunktól, ezért kénytelenek voltunk menekülni, mondta a családapa. A segítségnyújtásban a hatóságok és az állami szervezetek mellett karitatív szervezetek és önkéntesek is részt vesznek. A segítségre szükség is van, mivel naponta több száz menekült érkezik. Én tapasztalatom szerint első perctől fogva nagyon jó az együttműködés. Az önkormányzat igazából az önkénteseknek a szervezésébe, tehát ami nekünk szükséges, azoknak az önkénteseknek a szervezésébe, koordinálásába, illetve az adományoknak a fogadásába, rendezésébe vesz részt. A záhonyi határátkelőhöz érkezett a Johannita segítőszervezet teherautója is. Ők az ukrán oldalra szállítanak adományokat, a szervezet többször vitt segélyszállítmányt Kárpátaljára. Ez a Johannita segítőszolgálat által összeállított felszerelések, ágyak, mindennapos használati szerek, kötszerek, gyógyszerek, illetve egyéb adományokat is, amit a kaptunk a lakosoktól. Szendvicsek készültek a menekülteknek a határnál. A megválasztott köztársasági elnök csütörtökön Nábrádra látogatott, hogy személyesen is találkozzon a háborúból menekülő emberekkel. Maga a tornaterem most egy szálláshelyé alakult. Van természetesen öltözőnk, mosdónk, ahol vizes blokk áll a rendelkezésükre. Nagyon rendesek, mindenért nagyon hálásak. A helyi iskola tornatermében Novák Katalin gyerekekkel játszott, 55 menekült éjszakázott itt, közülük 30 gyerek. Magyarország szíve most az ukrán-magyar határ mentén dobog. A legerősebb fegyverünk a magyar szív, erről Novák Katalin beszélt Beregdarócon. A megválasztott köztársasági elnök 4 napot töltött a határon, 12 településen járt, humanitárius szervezetekkel és menekültekkel is találkozott. Nekünk 2 hadseregünk is van, a fegyveres erők, és azok a segítőkész magyar emberek, akik most is itt vannak a nap 24 órájában. A legerősebb fegyverünk pedig a magyar szív. Erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk nyerni. Erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk őrizni itt Magyarországon. Novák Katalin a határon töltött napok tapasztalatait úgy összegezte, hogy amikor igazán nagy baj van, akkor a magyar emberek összefognak.